Szél György tombolt. Nem mondtuk azt, hogy le a kádára, nem mondtuk, hogy le a rendszeren. Kessler, elvtárs. Kérte, hogy fáradjak be. Jó, de az én nagy élmény volt. Mittlereringnek azon a hídján, ami a főpályaudvar fölött vezet át, és itt szépen lehet látni jobbról-balról a főpályaudvar vonatait, többek között ilyen Intercity Express-eket, meg ilyesmiket, ami vajfehér vagy hófehér szerelvények. Úgyhogy javaslom, hogyha itt most jobbra fordultunk, akkor nézze mindenki a én kedvenc témáimat. Ott az a fehér vonat, látjátok? Jobbra az a fehér. Ez egy interrégió, ha jól látom, ha kék színű, akkor interrégió vonat. Méghozzá a dízel mozdony, ilyen olyan pályára fog menni, ahol nincsen villamos felsőveték. Interrégió úgy hívják. Nagy Kátafej. Ú, de jó, ott megy a másik. Az meg a másik az egy helyi valami vonat, azt hiszem. Vagy valami megy, vagy megy valahová. Holzkirchenből, vagy ilyen helyek, vagy Salzburgból jön például, mert az is lehetséges. Na jó, mehetünk. Nem vagyok igazán megelégedve az alakommal, de nem is érdekel, megmondom. Tehát mondjuk, ha fölhívják a figyelmet, vagy én magam, akkor nem. De nem vagyok hiú, tehát ilyen szempontból nem érdekel, hogy most ezért most badizzak, meg tornászak, meg mit tudom én, szoláriumba járjak, meg a fene. Nem érdekel. Gyerekkorom óta nem sportolok, szóval egyszer kim voltunk a Grundon, még az APVRT helyén a református templom mellett üres telek volt, az egész négy utca határolta üres Grund, és oda jártunk focizni a Visegrádi utcai srácok. És akkor egyszer jól eltaláltak a labdával, de nagyon kellemesen, és onnantól kezdve azt mondtam, hogy dehogy foci, miként hiányzik ez nekem? Hát hülye vagyok én. És nem. És igaza van, a Churchillnek no sport. Én 43. szeptemberében születtem, akkor még a szüleim Budán laktak az Alma utcában, az ő szüleik, hát az anyám szülei házában, ami akkor épült a 30-as évek környékén, egy neobarok, hát abban az időben szinte minden jobb villa neobarok stílusban épült, és egy szép kertes házban ott éltünk, de aztán jött a háború, jött a front ugye, és hát már az anyám terhes volt a Leventével 44-ben, 44 végén, tehát amikor az ostrom már a Pestet fenyegette. És hát ugye összepakoltuk a nagyobb tókmókjainkat, mint most ugye a délszláv háborúban, ugye a koszovói albának menekülnek, jó, hogy mondjuk csóróbbak, mint mi voltunk. De hát jó, mi se voltunk azért krőzösök, de hát voltak azért dolgaink, amit összepakoltunk, autóra, teherautóra, és mentünk Sopronba. Hogy hát majd csak megállnak valahogy addig útközben. De nem álltak meg, jöttek tovább, akkor Sopronból mentünk át aztán Ausztriába, és így elérkeztünk a Traunsee partjára, Gmunden városkába, ahol ugye már addig a szinte vége lett a háborúnak, és ott született meg a Levente 45. április végén. És hát ott aztán, mint menekültek, ugye először a szállodába, aztán, hogy fogytán volt a pénz, akkor valami kolostorban, akkor valami szívességi lakást már, nem tudom én hol laktunk, és valami, azt hiszem, hogy októberig, tehát 45. októberig ott voltunk, de aztán a szüleim, illetve az anyám családja az tovább ment Franciaországba, mi meg az anyám úgy mondja, mert aztán a szegény apám, aki már szegény, nem él már 11 éve, mindig az 50-es években mindig szemrehányt az anyámnak, hogy mi a fenének kellett nekünk hazajönni akkor 45-ben, mi maradtunk volna ott, és akkor most milyen jól élhetnénk, mondta az apám. Mire az anyám azt mondta, hogy azért jöttünk haza, mert én magyar gyerekeket akartam nevelni ezekből a gyerekekből. Fogta a hullámváltó kapcsolót, meg a potmétert, a minden recseget, és így... Nyitja a városokat!
igaz? Itt a Szabad Európa Rádió 15-19-30-41-49. Maradjatok el! És a lemezgyártó tetején volt egy ilyen faszobor, három Grácia nevű faszobor, ekkora három nő alak, és ahogy döngette a rádiót, az majdnem a fejére esett az, mert hogy billegett a... És a Mutter mindig, Jézusom, a fejedre esik, és rohant kapni a szobrot, hogy nehogy a fejre. Na és így hallgatta, ugye a szomjózva a híreket, hogy hát, hogy mikor mennek ki az oroszok, mert ugye ez volt a központi kérdés a családban, hogy mikor mennek már ki az oroszok, de hát nem mentek ki, és 56-ban volt egy kísérlet, de kudarcba fulladt, és nem érte meg szegény fater, hogy kimenjenek az oroszok, de talán jobb is. Szóval... Úgyhogy nálunk ez volt a családi nevelés, és ezért nem volt, tehát ilyen szempontból kettős volt a nevelés, hogy az iskolában persze más hallottunk, de hát mivel az ember a saját családjának hisz, és a saját szüleinek, ezért a mi beállítottságunk az ilyen volt. Akkor is, közben is, és most is. Tehát mindenkinek nem változott a úgynevezett politikai véleményünk, elgondolásunk, vagy tudom én, hogy mondják ezt, tehát a beállítottságunk, vagy az érzelmünk, ez a születésünk óta egy és ugyanaz. Mellesleg az apám zenét is tanult, és ő elég jól hegedült. Igaz ugyan, hogy csak ilyen műkedvelő alapon, de megtanult azért hegedülni. Úgyhogy az, hogy mi hegedülni tanultunk 54-től kezdve a Leventével, az annak volt többek között köszönhető, hogy a faternak volt hegedűje, és jó, hogy mondjuk nekünk az nagy volt, de hát ő is tudott velünk, tehát már nem úgy nyúlt a hangszerhez, mint egy kazánkovács, hanem meg tudott nekünk is mutatni dolgot. Nem tőle tanultunk egyébként, hanem a Levente keresztanyjától, aki viszont szintén rokon, aki az operában hegedűs volt. Valami szekrénybe felfedeztünk ilyen hangszereket, mandolinokat, természetesen 6 mandolin volt, meg egy gitár. Egy ilyen vitrínbe, egy kastélyszerű diák otthon volt ez. És elkezdtük ott a tanárokat piszkálni, hogy ne, hazudom, vegyük elő, játszunk. És akkor na most a mandolin az ugyanolyan hangulás, mint a hegedű, tehát amikor megfogtuk a mandolint és elkezdtük pengetni, akkor dallamokat tudtunk már lejátszani rajta. A többiek legnagyobb ámulatára, hogy megfogunk egy hangszert és elkezdünk rajta játszani. És akkor összeszedtek még 5 srácot az intézetből, akik muzikálisak voltak, és akkor abból alakított a tanárunk egy ilyen mandolin zenekart. És én meg egy pár hét után unalmas volt nekem a mandolin, és a gitár felé kezdtem kacsingatni, mert egyrészt nagyobb volt, mélyebb, nem a nagyság az csak azzal függ össze, hogy mélyebb hangja van. És az nekem jobban tetszett, az viszont egész más hangulása van, mint a mandolinnak, tehát ott én csak pöntyögtem először, de aztán a tanárom szerzett valami, a Szobi, tehát a faluban valami zenészt, aki hivatásos presszó zenész volt, aki tudott gitározni, és az megtanított, leírta az akkordokat, hogy le kell lefogni akkordokat, megtanított egy-két kunstra, és akkor abból fejlődtem ki, mint autodidakta gitáros, amiben aztán mindjárt át is nyergeltem a basszusgitárra, már amennyiben lehet ilyet mondani, mert abban az időben még nem volt basszusgitár. Ennek ellenére a sima gitárra én már basszusokat játszottam, tehát minthogyha basszusgitároznék, pedig még azt se tudtam, hogy mi az, hogy basszusgitár. Ezt komolyan mondom. Annak idején az édesanyánk gyerekkorunkban, az 50-es évek elején, meg végén, meg közben is rendszeres templomba járó volt, és hát ugye amikor, szóval azzal csalogatott el minket a templomban, mi nem szerettünk gyerekekként a templomba járni, mert unalmas volt ugye, hát egy gyereknek, hát egy 5-6 éves gyereknek ugye a templom, hát nem jó a bulina. Úgyhogy, de el akart vinni, és megígértette velünk, hogy jók leszünk, és cserébe, ha jók voltunk a templomba, akkor
Utána megnézhetjük a Ferdinánd hídról a vonatokat. Ott laktunk ugye a Visegrádi utcában, és a templom pedig a Szent Margit templom a Lehel téren. Na hát ez egy ugrás egymástól a három objektum, úgyhogy aztán vasárnap delente rendszeresen nézegettük a Leventével a jövő menő vonatokat. Ugye vasárnap nincs olyan nagy forgalom, mint hétköznap, de abban az időben még vasárnap is nagyon nagy volt a maiakhoz képest, hiszen még tolattak, teherkocsikat rendeztek. Itt volt egy daru, ahol most a Demjánnak a szupermarketje, vagy mit tudom én milyen van. Még egy daru is volt, és ott raktak különböző kis konténereket kifele meg. Szóval nagyon nagy élet volt, gőzmozdonyok jöttek, mentek. Úgyhogy lenyűgöző volt a látvány. Na hát ez itt feltétlenül innen indul ennek a hobbinak az eredete. És hát ugye az apánk még mindig ígérgette, hogy majd, ha jók lesznek, akkor hozza Jézuska majd villanyvonatot karácsonyra. '65-ben, amikor a Nógrád-Erőcei Express táborban játszottunk, 4 hónapig, mint akkor már, mint friss illézenekar, és a gázsink volt vagy 50 forint fejenként naponta, és ezeket a pénzeket szépen, ami megmaradt a sörözésből, azokat félretéve szeptemberbe bementem a úttörő áruházba, és megvettem az első vasútmodell készletemet. Kétszer voltam kopasz életemben. Először, mikor megszülettem. Igen, másodszor is kopasz lettem. No de semmi baj, az ész a fontos. Az igazság az, hogy egy azóta sajnos már meghalt barátunkkal járt a hölgy, a kislány, és de az ő állítása szerint ez a srác nem tetszett neki, és én tetszettem neki. És ennek ő hangot is adott, mire a Rudi, ugye jó üzleti szellemtől vezérelve, azt mondta, hogy nekem, hogy te, itt van ez a csaj, nem kell neked, eladom 3 forintért. Mondja nekem a Rudi barátom. Eladom 3 forintért. Mondom, ránézek a csajra. Hát mondom, megbeszélhetjük. És akkor valahogy, mit tudom, megbeszéltünk a találkozót, és akkor mit tudom, másnap kifizettem a Rudinak a 3 forintot. Na most 3 forint akkor se volt nagy pénz, de hát mondjuk az olyan, most mondjuk 300 forint, tehát mondjuk nem sok pénz. És kérlek szépen, jó, megvettem a csajt 3 forintért, és akkor elkezdtünk járni.
testen, még, tehát még Verőce előtt, ugye, úgy, hát ugye ment a kis előpróbálkozás. És akkor ezen közben úgy beszélgettünk, és úgy megkérdeztem, hogy hát ezt ma már, érdekes módon ma már az ember ezt el tudja és el meri mesélni, és akkor még megkérdezni is, hogy mondjam, olyan hosszas tépelődésbe került. Megkérdezni azt, hogy, mondom, te hogy képzeled az első éjszakádat mondjuk velem, vagy bármilyen fiúval? Mire azt mondta, hogy hát az úgy lesz majd, hogy vagy úgy szeretném, hogy egy nagy, szép, gyönyörű barokk szobában, kék tapétával, kék ágy, hatalmas ágy, ilyen baldahínos ágy, halványkék, fehér, csipkék, lepel, valami ilyesmi volt a lényeg. És hogy ezen közben meg mit tudom én, és akkor ott megtörténik a dolog. Tehát, hogy így képzelt el, hát várjál, 65-ben ő volt 16 éves. Mondom erre neki így, mondom, jó lesz neked majd egy emeletes ágynak az alján is, a sodronyon. Érted? De akkor még én a Verőcéről se tudtam, hogy lesz. Érted? Na most kimentünk Verőce, minden, és ott valamikor augusztusban létrejött a dolog, az emeletes ágynak az alsó sodranyán. Ebbe ez a szép, érted? Na, úgyhogy ez történt. És akkor minden, és akkor ott jártunk, tudod, veszekedés, szerelem, szakítás, mindig megint izé összejövés, stb. És akkor 68-ban elvettem feleségül, 69 tavaszán megszületett a Réka lányom, 70 tavaszán a Emese lányom, aztán 82-ben el is váltunk. Mindig megvádolnak minket azzal, hogy hát hiszen ez nem is magyar zene, mert hogy ez délszláv zene, de hát hiszen az miért lenne baj egyrészt, másrészt pedig ennek a gyökere meg onnan táplálkozik, hogy az apánknak a anyja, tehát a nagyanyánk, a szerb asszony volt. Jó, tehát magyar asszony, de szerb származású. Lozovics Máriának hívták. Még ilyenekre is emlékszem, hogy hívták a nagyanyámat. Tehát Lozovics Mária, ő szerb volt, és vallására nézve is görögkatolikus volt. És emlékszem még arra is, hogy az apám, amikor éppen nem a Szabad Európát hallgatta, akkor megkeresett valami szerb adást a rádión, és azon nagyon hangulatos ilyen szerb népzene ment. Ezek ilyen típusú, mint a Kisrásznak a harmónia világa. Szeresen, hanem énekszólamilag is a mélyebb hangtónusok felé irányultam, és azt szerettem énekelni, és hát kényelmesen is azt tudtam énekelni, mert hát magasat, azt nem, azt inkább a Levente volt, ő volt a tenor a zenekarban, bár ő sem, tehát beszédhangilag ő is mélyebb azért a tenornál. Na, azért a basszushoz még kell egy kis sör is. Úgyhogy a Kisrásznak a dallama, harmónia világa, és a végén a nagy trúvája az a vonó, amit szintén én találtam ki, hogy mert ugye azt a két lezáró akkordot, az akkor szép, hogyha azt kitartják szépen. Na most ugye a mandolint, a szerbek, vagy a buzukit, azt ugye megpengetik sokszor, az addig szól, amíg pengetik, ilyen prrr módon. A tangóharmonikát az nagyjából lehet húzni, ameddig lehet, sőt egy bizonyos trükkel úgy, hogy szinte egyfolytában szól. De hát a basszusgitárt megpengetem egyszer, és akkor lecseng. És akkor fogtam, kitaláltam, hogy az utolsó hangot, utolsó két hangot, azt meghúzom egy vonóval, egy hegedű vonóval, és akkor az hatásos lesz. Nem is látványilag elsősorban, hanem akusztikailag, ugye megfogom a kérdésem. Az idén vagyok 56 éves, azt még azt tudják mondani, hogy a legszebb férfikor, én már nem úgy érzem, de
mégiscsak, hát egy jó, persze a Jagger is ott 50 valahány évesen, az is ott rohangál a színpadon, de az egy más habitus, azon kívül feltehetően nem ért máshoz. Én feltehetőnek tartom, hogy a Jagger a büdös, semmi a világon semmihez nem ért, csak ahhoz, hogy ehhez a műfajhoz ezt énekli, ordítja, rohangálja, és szervezi, és megcsinál, szervezi nem úgy, hogy effektíve, de hogy ezt mégis, tehát valahogy ki kell találni ezt a dolgot, hát nem. De én meg nem. Hát szóval én úgy érzem, hogy most én az életem másik egyharmadát, ami még hátra van, gondolom nagyjából, vagy negyede, mit tudom én, azt mással szeretném, más célnak szeretném szentelni, és ez az a bizonyos vasútmodellezés. Ami nevetségesnek tűnik, hogy valakinek hogy lehet az élet célja az, hogy villanyvonatokkal játszik a pincéjében, de hogyha ezt megmutatom, akkor meg fogja érteni mindenki, hogy itt rengeteg minden vár, még feladat vár rám, amit én ugyanolyan fontosnak tartok, illetve ha most jelen ideileg még fontosabbnak, mint a zenélést. Mert azért, mert elhatároztam, hogy én ezt megcsinálom, és ezt nekem meg kell csinálnom azért, mert megígértem magamnak és a környezetemnek, hogy ezt most én megcsinálom. És nem lehet félbehagyni, mert akkor egy torzó marad. Momentan auch nicht da. Und dann nicht. Und dieser? Prima. Ez a terv gyakorlatilag 68 nyarára készen volt. Akkor még nem szerepelt rajta a nyugati pályadban, akkor még semmi, minden a saját fejem kútfőmből merítettem. Egy ilyen úgynevezett fantáziaasztal volt. És akkor, amikor ebbe a házba költöztünk, ez 93-ban volt, kezdett kialakulni egy nyugati pályadvar kezdemény abban a régi terepasztalterben. És akkor nyugati pályadvart fölfejlesztettem ide eddig, és így három nagy részből áll az én terepasztal elképzelésem. Az első, ami már megvan, az a nyugati pályadvar. A nagy körúttól egészen a Róbert Károly körúti felüljáróig. A második nagy rész az Innsbruck és környéke lesz, a Carvendel vasúttal, és a harmadik nagy rész pedig egy svájci fantáziaállomás, valamint a Lőcsberg vasútnak az északi szerpentinje rampája, úgy szokták mondani. Hát ez a három nagy rész lesz majd, ami majd megvalósul. Ebből most 5 év alatt vagy 6 év alatt a nyugati pályadvar épült föl, nem kevés munkával. Megrajzoltam ezt a számítógépemben, és erről egy film készült, és tehát ilyen síkfilm, és a síkfilm alapján egy rézmaratásos eljárással egy barátom megcsinálta ezt a részből ezt a kerítést, tehát kimaradta, és feketére van festve, és hát pontosan úgy néz ki, mint az eredeti. Ezzel vacakolok most már évek óta, számítógépbe megrajzoltam, kinyomtattam, és úgy van fölragasztva. Itt külön minden alkatrész is öntve, megcsinálva, eszteregálva. Szóval mindenféle létező módon és technológiával működik ez a dolog. A peronokon tele vagyunk emberekkel, az ott nagyon nagy forgalomban éppen most a nyugatiban, jövő menő, siető és várakozó emberek, hát hiszen lehet is, mert én nálam nincsen keleti pályaudvar, tehát mindennek a nyugati pályaudvarba kell érkeznie. Ezért látunk aztán az én pályaudvaromon ilyen vonatokat, mint például a Liszt-Ferenc Aerocity Express, ami a csarnok 10. vágányon áll éppen, az osztrák Sziszi.